Jó napot kívánok! Remélem, hogy hallanak. Hát egy kellemes délután elnézünk. Magyarországról fogunk beszélni. Jelenről. Hát meg a jövőről. Arról, hogy hogyan lesz ebből egy jobb ország. Köszönöm szépen, hogy eljöttek mindazok, akiket ez érdekel. Köszönöm szépen, hogy eljöttek az összefogás vezetői képviselői, és külön köszöntöm Mesterházy Attilát, a következő magyar kormány miniszterelnökét. Sokat gondolkodtam, hogy mit mondjak el ma önöknek. Ez ma a tizedik, amikor ilyen beszédet tartok. Volt ilyen, meg olyan is. Jobb is, meg rosszabb is. Főt a vágy, hogy mondjak önöknek egy igazi kampányító beszédet. Olyan harcosat. Hát van hozzá szókincsem. De arra gondoltam, hogy mégiscsak bonyolultabb ez a helyzet. Ekézni a kormányt, megütni a miniszterelnököt, a jó, hogy még fog kapni ma este, azért az nem túl nagy feladat. Csak arra gondolok, hogy ez nem igazi kihívás. A gondok, a problémák lényegesen mélyebbek. Talán ilyenkor a kampány kezdetekor egy pillanatra megengedhető, hogy menjünk egy picikét mélyebbre. Aztán lesz majd idő, amikor igazi, rendes, ketrec harcosként megmutathatjuk, hogy milyenek a muszkliaink. Ezt a jobb oldal gyakorolja már velünk. Én jól viselem. Remélem, hogy önök is. De ha ránézek az országra, 24 éve itt élünk egy demokráciában. Akkor azt látom, hogy minthogyha egy mocsár közepén állnánk. Süpped a lábunk alatt a talaj. Mesterházy Attila miniszterelnök jelölt, leendő miniszterelnök. Azt szokta mondani, hogy alkotmányos, gazdasági és szociális válság van. Igaza van. De tartok tőle, hogy hát éppen azért, mert a feladat, ami rávár, és annak súlya őt kellő megfontoltságra kell, hogy intse, ezért kevésbé bánik keményen a szavakkal, mert hogy ennél rosszabb a helyzet. Kérem szépen, történelmi válság van. Történelmi abban az értelemben, hogy elkezdtünk valamit 24 éve, amiről azt hitte a magyar társadalom, hogy jobb lesz az élete egy csapásra, és hogy holnap oda fogunk érni a Kánaánba. Itt állunk 24 évvel a rendszerváltozás után, és a túlnyomó többség, hát egész egyszerűen, nem csak hogy csalódott, hát fogalma sincsen, hogy merre tovább. Sokunkat kipróbált már. Kipróbálta most már hányadszor? Másodszor ezt a kormánypártot? Kipróbált bennünket háromszor? Utat engedett civileknek, igazi nagy lelkesedéssel, millának, szolidaritásnak, hát, hogy jön egy új elit? De aztán csalódott. Valamennyiünkben, meg talán önmagában is csalódott. Itt állunk a semmi közepén. Mit mondjunk most, amikor azt gondoljuk, hogy ahol állunk, az tarthatatlan, tovább kellene menni, keresni kellene az utat, de talán azt sem értjük, hogy miért kerültünk ide. Mára a köztársaságot felszámolták, a nemzetet szétszakították, a gazdaság egy helyben toporog és tapsikolnak a maiak, hogyha már 1,1%-kal növekszik. Hű, de nagy eredmény.
milliók szenvednek a mindennapi megélhetés gyötrelmei között, az államfő egy hitelét vesztett báb, a kormányfő meg, hát mondjuk őszintén, egy szélhámos. Miben bízzunk? Miért történik ez meg a magyar történelem egyik legnagyobb teljesítményét követően 24 évvel? Miért vagyunk bajban? Persze tudom én, hogy a nézők egy jelentős része azt mondja, hogy hát persze, mert ti alkalmatlanok vagytok. Mindahogyan itt álltok előttünk. Szocik, meg fideszesek, meg, bocsánatot kérek, Szoli, meg Milla, LMP-s barátaimtól elnézést kérek. De ez, azt hiszem, hogy ez nem igaz. Szóval ez nem ennyi a történet, ennél sokkal bonyolultabb. Miért van az, hogy mi magyarok, akik egyébként a 80-as években a legvidámabb barak lakóiként erős nemzeti öntudattal azt gondoltuk, hogy mit csináljuk a legjobban, most minden kutatás szerint mi állunk a legrosszabbul, legalábbis boldogság, elégedettség, elfogadottság tekintetében. Hogy ez egyszerűen csak a politikai elit alkalmatlansága lenne, vagy több is van itt a mélyben? Szerintem több is. Egy darabig azt hittem, hogy meg tudom változtatni az emberek gondolkodását, miért tagadnám. Volt bennem egyfajta ilyen hevület, hogy majd megmutatjuk, hogy majd megértik. És jó tanulmányokat, meg cikkeket írunk, és akkor majd az ország érti, hogy merre kell tovább menni. Ma már nem gondolom ezt. Hát lassan 20 éves házasságban Klárával megértettem, hogy nem tudom neki azt sem megtanítani, hogy kapcsolja a villanyt maga után. Pedig hát elég közeli viszonyban vagyunk. Ha miért gondolnám, hogy meg tudok változtatni egy országot, akinek ráadásul a fele utál, legfeljebb a kisebbik fele fogad el, vagy tűrhel. Ma már megengedőbb vagyok. Elegánsabb úgy mondanám, hogy bölcsebb. Kevésbé elegánsabb, hogy toleránsabb, megértőbb. Hogy tudom, hogy ez lassan fog menni. Ebben az értelemben, jaj, csak kibírjam fideszes barátaim vágyait, konzervatívabb lettem. Nem akarom bántani én a magyar választókat, magunkat, szüleimet, nővéremet, családtagjaimat, de azt akarom önöknek mondani, hogy hát mi Kádár népe maradtunk. Mondom ezt annak tudatában, hogy tudom, hogy a lakosság jelentős része nosztalgiával gondol vissza Kádárra, és nem szereti, ezt mondom nekik. Kádár népét átvinni a túlsó oldalra majdnem olyan nehéz, mint Mózesnek. Bejutni az ígéret földjére, és hát ő jobban tudta, mint mi. Tehát neki volt 40 éve. Nekünk nincs annyi. Vagy legalábbis nem szeretnénk annyi, és diktálnánk a tempót. Azt szeretném mondani önöknek, hogy, és ne sértődjenek meg, én is, az én szüleim is, az én testvérem is, rokonaim is, mi kötöttünk egy elfogadhatatlan alkut, odaadtuk a szabadságunk, a függetlenségünk egy részét tapasztalható, de hamis biztonság és jólétért cserébe, és elmosódott, hogy ki az elnyomó és az elnyomott, és mi a rendszerváltásról nem szabadságot akartunk, hanem egy picikével jobb alkut Kádárral. Jó! Ha kell, akkor továbbra is betartjuk a politikai szabályokat, ha kell, akkor meghúzzuk magunkat, ígérjetek valamit. Ha mondjuk azt, hogy a Mária Hilfestrasse ide fog jönni majd. Budapestre, Győrbe a Baross utcára, a debreceni főtérre, vagy a Pápai Kossuth utcára. Mi nem szabadságot akartunk igazából, mert nem is éreztük a hiányát, akartunk még többet. Több siringet, jobb árfolyamon, biztosabb munkát, ami mögött nem biztos, hogy van teljesítmény, de olyan jól el voltunk a kiskerttel. Azzal, hogy nem lehetett kirúgni bennünket. És itt állunk 24 éve, és nem akarjuk megemészteni, hogy itt van ez az átkozott szabadság, ami állítólag ez egy szép dolog. Azt mondta Petőfi nekünk,
Rohadtul imádjuk ezt az iskolai ünnepségeken, de amikor velünk szembe jön, ha mi a francot kezdjünk vele? Ez a mi bajunk. És 24 éve nem vagyunk képesek megemészteni a szabadság összes lehetőségét és terhét, és van rá két válaszkísérlet. Van rá a szociálisok és liberálisok válaszkísérlete 3 cikluson keresztül, lássuk be. Hát nem volt sikeres. Szerintem jól láttuk az irányt. Azt mondtuk, hogy ha választani kell, akkor mi inkább olyan burgerlandiak lennénk, meg toszkánok. Mennénk Burgundiába, vagy mi az össz? Nem tudjuk, hogy mit jelent, azt éreztük, hogy ha lehet indulni, akkor kevesebben vettek maguktól, az Interturisttól Moszkvába szóló jegyet, mint ahányan inkább Bécsbe mentek volna. Ezt úgy értettük. De értjük manapság is. Bármennyire is azt mondja a miniszterelnök, hogy keletről fú a szél, rosszabb sérti ez, biztos meteorológus, amikor szabadon mehetnek az emberek, az Istennek nem munkásnak lépik át a határt, hanem nyugatnak mennek. Ez a helyzet. Mi ezt értettük, tudtuk. És arra próbáltuk rávenni honfitársainkat, barátainkat, hogy higgyetek nekünk, ott jobb lesz. Kell tenni egy kis erőfeszítést. Meg fog méretedni a teljesítményünk, de a végén, hát nem is a Kánaánban, de éhető világba el fogunk jutni. Emberek okosabbak, mint mi vagyunk. Azt mondták, hogy jó, jó, a végén. De hát mi most élünk. Hol van a vége? 100 év múlva? 40 év múlva? Vállaljak felelősséget, fizessek vízidíjat, fizessek tandíjat. Nem lehetne ingyé? A Kádár ingyen adta. Miért nem adjátok ti is ingyen? Nem lett hozzá többségünk. Akartunk egy polgári országot. Akartunk egy olyan országot, amelyben nincsen úr meg szolga. Amelyben ott van az emberi méltóság tisztelete. Amelyben mindegy, hogy honnan jöttél. Mondja így is. Az a fontos, hogy hova mész, fiam? Hogy miért nem sikerült? Hát nyilván, mert mi sem voltunk elég jók. Na jó, én se. Ha ez nektek könnyebb. Attila jobb lesz. Hevesebb voltam talán a kelleténél. Talán erőszakosabban hittem a saját igazamban. De ez nem baj, az ember kifizeti ennek a számláját, és örömmel vesz részt egy olyan közös próbában, amely az elmúlt 24 év tapasztalatából talán sikeresebben vág neki egy ilyen világnak, és támogat egy fiatal, a Kádár világban soha nem élt, a jövőt talán nálunk pontosabban látó új miniszterelnök jelöltet, Mesterházy Attilát. Na, tapsolják meg rendesen. A jobb oldal gyökeresen más választ adott erre a dilemmára. Mert hát ugye itt az a kérdés, hogyha nem akar szembenézni a jövővel, akkor keressél visszafelé magadnak kapaszkodót. Az ország jelentős részének múltbéli kapaszkodója Kádár 360-as kenyere volt. Ugye értik? Nem lenézem én ezt. Hogyan nézném le? Hát ez szoba konyhában éltem. Az ország nagyobb többsége. Csak hát látom, hogy az nem működik. Nincs oda-vissza út. És jön a jobb oldal. Azt mondja, hogy jó-jó. Neki nem Kádár 360-as kenyere a javaslata, hanem Horthy darutollas világa. Urak és szolgák világa. Ahol azoké a jövő, akik egyszer már fölemelkedtek. Ahol erővel el lehet tiporni a szegényt, a gyengét, ahol az emberi méltóság érdektelen.
egymással szemben áll két nagy illúzió. Az a bánatom, hogy úgy látom, hogy ez a két illúzió fogva tartja Magyarország többségét, ilyen a megoszlásban a két oldalon. A darútól veszekszik a 360-as kenyérrel. De nincs visszaút. Azt szeretném mondani önöknek, drága barátaim, hű, mennyi kamera van itt, akkor most belenézek, azt mondták, ez így elegáns. Azt szeretném mondani a nézőknek, hogy próbálkozhatunk. Ha önök azt gondolják, hogy annyi a feladat, hogy majd jön Mesterházi Attila maga fiatalságával, tehetségével, és visszahozza az egyszer letűnt világot a maga egyébként szocialisztikus, sok tekintetben humanisztikus értékeivel, de megfosztja bennünket a szabadságtól, a nyitottságtól, itt hagyja bennünket a nyugat és kelet határán, akkor nincs igazuk. Nincs visszaút oda sem. Muszáj azt mondanom a teljes magyar baloldalnak, nem lehet őszintén szembe menni Horthy világával akkor, hogyha nem érti, hogy nincsen tovább Kádár világának sem. Sem ez, sem az. Egyetlen egy dolog van, a polgári, európai, szabadelvű, baloldali Magyarország szerintünk, de azzal, hogy semmi bajunk. Ha valaki ebben a világban konzervatívként, keresztényként, jobboldaliként akar élni, mert európaiként azt látjuk, hogy ez úgy a jó, hogyha sokfajták és sokfélék vagyunk. Magyarország ereje abból származhat, ahogy István mondta Imre Hercegnek írt intelmeiben, hogy ne akarj egyszokású, egynyelvű nemzetet, mert az gyenge és esendő. Hallja, miniszterelnök úr? Hát van még hallása a jóra. Az egynyelvű, egyszokású ország gyenge és esendő. Ő nem hazafi, ő nem Szent István korának folytatója, ő egy álnok, erőszakos, gyarmatosító, aki a saját meggyőződését akarja rákényszeríteni a nemzetre, ahelyett, hogy felszabadítana az országát, és arra biztatná, hogy az légy, aki vagy. Hát csak tudják folytatni. Igen, egy sokszínű, eleven, magában bízó, másikra vigyázóan pörlekedő Magyarországban bízunk. Követtünk el persze egy csomó hibát is. A kudarcok mögött ott vagyunk mi is. Ne értsék félre, barátaim. Ott van az az illúzió, amit tápláltunk minden az Európai Uniós csatlakozás tekintetében. És ebben, amikor a magyarok úgy érzik, hogy másodosztályú európai állampolgárok, akkor van ebben némi igazság. Ezt jól érzi a miniszterelnök, nem ezzel van a baj, a válaszával van a baj. Kinyitottuk a piacokat. Elindult a verseny. A költségek nagyjából Nagy-Britániában, meg Magyarországon többé-kevésbé ugyanannyi. Így van. Így van. Az árak a stuttgarti Tesco-ban, meg mi nálunk, nagyjából ugyanannyi. És a bérek? Csináltunk egy politikailag nagyjából egységes Európát, csináltunk egy gazdaságilag nagyjából egységes Európát. Jó ez? Fine. Nagyon jó. Franciául nem tudok. De ami azt illeti, hogy úgy élünk-e, mint hogy Európa szerencsésebb fejének polgárai? Hát az az igazság, hogy nem. És átkozottul utálja a magyar melós, hogy ide jön egy külföldi vállalat, ide küldi a menedzserét,
akinek idehozza a családját, vesz neki házat, ad neki sokmilliós fizetést, ha kell, csinál neki külön német, angol nyelvű óvodát és iskolát, és fizeti az utat otthonra, de a melós az nem annyit keres, mint önállók. Úgy érzi, hogy van ez a blabla az európai világról, odaadtuk mindenünket, amit csak lehetett adni, lehet idehozni mindent, lehet versengeni a mi korábbi cégeinkkel, egy dolgot nem adnak oda, hogy ugyanúgy élhessek, mint a London külvárosi háziasszony. Nekem abból kevesebb jut. Ez egy valóságos dilemma. Ez egy nem szociális vasfüggöny, bár sokan azt úgy érzik. Nem az a problémánk ezzel, hogy erről beszélünk. Az a kérdés, hogy mi ebből a kiút? Van egy Orbáni válasz, az a válasz, hogy ezek menjenek a francba. Aha. Mit szeretne a miniszterelnök úr? Egy kis régi Albániát? Egy kis észak-koreai szuverenitást? Az jó lenne? Hát nincs annál szuverenitebb ország. A mi válaszunk nem ez. Az a válasz, hogy normálisan beszéljük meg Európával, hogy emberi módon akarunk élni. Hogy az európaiság az nem úgy általában is elvontan a kultúra, a szabadság, a szekularizmus ügye, hanem az élet lehetőségeknek a közel azonossága. Nem azt mondom, hogy holnap keresünk mi annyit, mint a párizsi pékek. A bagettjük egész jó. Azt mondom, hogy legyen arról szó közöttünk, hogy bolgár és román kisvárosi munkásnak, vidéki parasztnak, hogyan lesz belátható időn belül, ha nem neki, akkor legalább a gyerekének egy picikét jobb. Hogy jó-jó ez a sok európai program, de hogyan lesz szociálisan is közelebb? Mert nem elég arról beszélni, hogy Magyarországon azt akarjuk, hogy közelebb legyen szegény és gazdag. Muszáj arról is beszélni, hogy Európában legyen közelebb szegény és gazdag nemzet, miközben elképesztően sokat tesznek értünk. Lehet itt huhogni, miniszterelnök úr, hogy nem kérünk Brüsszelből, közben meg tartjuk a markunkat. Évi 7-800 milliárdért. Micsoda silány egy fickó maga? Veri a mellét magyarként is tartja a kezét? Amit az Európai Uniótól kapunk, az több, mint az egykori marsalsegély, amit Moszkva nem engedett fölvenni. Amit azóta is átkozunk, hogy hát, ha jobban ment volna a dolgunk. Maga, te, ütöd és vágod ezeket, közben pedig kuncsorogsz a német, az olasz, a francia adófizetőnél, mert Magyarországon egy átkozott követ nem raktak arrébb az elmúlt 4 évben, amit ne az Európai Unió polgárai fizettek volna. Én nem akarok olyan magyar polgár lenni. Én nem akarok olyan magyar polgár lenni, aki egy ilyen történetben csak kibicés nyerni akar. Aki üti azt, akinek a tenyeréből eszik. Az ilyen ember hitványember, miniszterelnök úr. Üljön le picikét, és gondolkodjon. Aztán, hogyha a lelkismeretével megnyugodott, akkor még van esélye, hogy a hátralevő remélem nagyon hosszú életét normálisan fogja leélni. A magyarok többsége nem akar az ön hitványságával osztozni. Ezt szeretném önnek mondani. Ez a helyzet. Politikai értelemben 2 kihívás áll előttünk. Az egyik, hogy győzzük le Orbánt. Úgy legyen. Hát hozzuk egy határozatot. Aztán meglátjuk, hogy a választók azok betartják ezt a dolgot, vagy se. Ennél van egy nehezebb dolog. Hogy történelmi értelemben meg lehet-e teremteni a szabadság és a jólét európai Magyarországát. Ez sokkal nehezebb.
De ez ügyben beszélni kell önmagunkkal is. Nem voltunk elég jók barátaim. Nem voltunk elég jók. Nem láttuk előre, és ne vegyék zokon az én értelmiségi barátaim, ők sem látták előre, hogy micsoda terhet fog jelenteni ez az átalakulás. Hogy hogyan féllyel fogja zilálni ezt az országot mindez. Hogy mindaz, amit sok-sok kompromisszum, majd 30-40 éven keresztül összeraktunk, hogyan fog széllyel esni darabokra, és mennek széllyel kapcsolatok, barátok, munkahelyek, zuhan a semmibe az Ikarusz, zuhan a semmibe a bábolnai gazdaság, zuhan a semmibe a Rába vagon és gépgyár, és folytathattam tovább. Azt hittük, hogy ez a dolog egy csapásra megoldódik, és megpróbáltuk egy darabig elhitetni a magyarokkal, hogy ez ennyi. Ez a mi felelősségünk is. A teremben nagyon sok tanul, diplomás ember van. Nekem is van egy kettő, az egyiket vitatják. Nem tudtuk elmondani. Mert talán nem láttuk mi sem. Mi is naívak voltunk, hogy ez drámai változásokkal fog járni, és meg sem próbáltuk lassítani a folyamatot, meg sem próbáltuk felkészíteni az ország többségét, hogy itt valami nagyon új lesz. Azt mondtuk neki, hogy ugorjatok bele. Higgyétek el, a végén lehet majd lubickolni a langyos vízben, és kiderült, hogy a medencében nincsen víz. Mi is benne voltunk. Mi is. Még mielőtt a miniszterelnök örülne, ő is benne volt. Liberális volt és anarchista, maga mondta ezt. Osztozott a közös tévhitben, hogy a rendszerváltozás bennünket automatikusan fölemel, és nem lesz más dolgunk, mint hátradőlni a székben, enni a pattogatott kukoricát, inni a sört, aprókat böfizni, és 11-én több lesz a borítékban. Nem lett több, sőt sokaknak nem lett borítékja. 1 millió embernek nincsen borítékja, akinek van, annak a túlnyomó többségnek meg minimálbér van benne. Van, akinek meg annyi sincs. És zsebbe dugdoz. Na, tehát újra kezdem. Út elágazódáshoz érkeztem én magam is. Csecsőterép. És akkor most jönni fogod a harmadik. Zsebbe dugdossák. Feketén meg szürkén. És megalázottak vagyunk. Nem én, nem mi. Na, bennünket hallgató sokaság. Orbán erre azt mondja, hogy oké, sútba az egésszel. Ez a projekt ez annyi. Game over. Fiatalok ezt ismerik. Szülőknek mondom, kérdezzék meg a gyerekeiket. Ő akkor most más utat választ. Ő hagyja ezt az egészet a francba. Nem kell több demokrácia. Nem kell több emberi méltóság, nem kell több szabadság a magyarnak. Kellek én, majd én megoldom. Elindulok keletre, mint a kazángyáros. Az Petőfi sírját kereste, nem találta meg. Most szólok, a miniszterelnök nem tudom, mi a csodát keres, de hogy ott a magyarok boldogságát nem fogja megtalálni, az tuti, ha akarja, tegye fölre a vagyona felét. Hogy az ember egy sötét erdőbe érkezik, és nem tudja, hogy merre van az előre. A tehetségtanábje, mint ez a mostani, ez jaj veszéke. De mi lenne, hogyha lenne valami elképzelése azon túl is, hogy mint egy átfogó nemzeti vízió 3%-kal csökkenti ősztől az áramárát. Miniszterelnök úr, nem tudom, milyen ambíciói vannak. Rosszabb esetben csak annyi, hogy ne bukjon le, mint Magyarország legkorruptabb politikusa. De ha többre vágyik, és azt gondolja, hogy államférfi lesz önből, ugye az azt gondolja, hogy a nagy elődök, mondjuk Szent István,
aki egyébként gyökeresen szakított a törzsi nemzetségi múlttal, és azt mondta, hogy Európát választja. Szent István ehelyett nem azt mondta, hogy holnap reggeltől a nyeregtáskát 10%-a ócsóban adjuk itt a tölgyfa sarkában. Nem ezt mondta. Az ő nemzeti víziója ennél több volt. Hát képzeljék el, azt mondja, hogy nem kell nekem kereszténység. Nem kell nekem a pápai korona. Francokat. Hát visszaindulunk Etel közbe. Hát előtte még a zabot. Annak az árát csökkentem 8%-kal. Hát de csak májusban, mert akkor lesz a törzsfőválasztás. Szóval, mi lenne, ha úgy viselkedne, mint aki államférfi? Mint akinek van elképzelés arról, hogy hogyan élnek majd gyerekeink, hogyan élnek majd unokáink, hogy hogyan nem leszünk másodrendű polgárok az Európai Unióban, de ez nem veszekedés kell, miniszterelnök úr. Nem tudom, hogy tudja-e? A munkaalapú társadalom, amiről maga olyan sokat beszél, ebből egy szót nem ért, úgy látom, az arról szól, hogy a mi gyerekeink, azok versenyképesebbek lesznek a szlovákoknál, a románoknál, hogy fölérik a németeket, a franciákat. Miniszterelnök úr, aki szebb jövőt szeretne, az nem kirakja a nehéz gyerekeket az iskolából 16 éves korban. Hát őnek elment az esze. A problémás gyereket nem elküldjük az iskolából, hanem bent tartjuk az iskolában. Ma az iskolából ki lehet tenni. Az iskolából ki lehet tenni, de itt fog maradni közöttünk. Hát az, aki megférhetetlen volt az iskolában, az, aki nem tud kettes sem csinálni, aki balhézott, az balhézni fog utána is. Mit gondol, mit oldott meg? Mit? Semmit! Nem le kell szállítani a tankötelezettséget, hanem a balhés gyerekek mellé még több segítséget kell tenni. Lehet, hogy ezt nem érti, ehhez kell egy kis gondolkodás. Tudja, olyan, amire önnek hiányában van. Nem kevesebb ember kell a felsőoktatásban, miniszterelnök úr. Hát nézzem már rá egy grafikonra, ha azt érti. Tudja, van egy ilyen, meg egy ilyen. Ezt hívjuk grafikonnak. Azok azt mutatják, hogy annál jobban megy egy országnak, minél több a felsőfokú végzettségű embere. Tudja, ez nem kidobott pénz, ez a legjobb befektetés. Ön üvöltözött, amikor mi 6000 forintos tandíjat akartuk mindenkitől kérni, és azt mondtuk, hogy ott fog maradni az egyetemeken, és annak a feléből ösztöndíjat adnak a legjobbnak, meg a legszegényebbnek. Most a későbbi társadalmi elit legfontosabb pozícióján majd megjelenő szakmákban, jogászoknál, közgazdászoknál ön nem enged be állami finanszírozásba gyereket, hanem legkevesebb havi 35-40 000 forintot kér tőlük. Tisztességes ember maga, miniszterelnök úr. Nem egy hitvány alak. Ez a probléma. Maga eljátsza ennek a nemzetnek a jövőjét. Ez a probléma. Ma 102 éves korában meghalt Radnóti Fanni. Radnóti Miklós özvegye. Hát, ha tudják, akkor mondják velem. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Ne folytassuk, hogy belőle nőttem. Tudják. Miniszterelnök úr,
Radnóti Miklós magyar ember volt. Zsidó származású, de magyar. Úgy vallott magáról, idézem pontosan, hogy zsidóságomat soha nem tagadtam meg, zsidó felekezetű vagyok, de nem érzem zsidónak magam. A vallásra nem neveltek, nem szükségletem, nem gyakorlom a fajt, a vérrögöt, a talajgyökért. Miniszterelnök úr, ön valami megszállási emlékművet akar építeni. Hogy állítólag a birodalmi sas lecsap az ártatlan, őszinte, szeplőtlen Gábriel arkangyalra, aki mi magunk lennénk. Akkor szólok. Ez a talpig magyar ember. Ez 44 novemberének első napjaiban, valahol 4. és 9. között meghalt. Abda határában. És tudja, ki volt a gyilkosa? Miniszterelnök úr. Segítek magának. Nem tudom, milyen volt történelemből. Talán jó. Lelkiismeretből vacak. Már egészen pontosat nem lehet tudni, de legmegbízhatóbb források szerint Marányi Ede honvéd alezredes parancsára Radnóti Miklóst Tálas András hadapród őrmester ötfős kerete lőtte le. Érti ezt, miniszterelnök úr? Nem az SS, hanem hát valamelyik honfitársunk. Magyar. Mi a bánat van akkor ezzel a sassal? Meg a szeplőtlen arkangyal? Tudja, a mi köreinkben azt, aki a gyilkost mentegeti, azt ugye a kocsmákban, hogy a tereken, azt gazembernek hívják. De mi nem akarunk gazember nép lenni. Maga így számolgathat, hogy vajon hány százalékot tud elhozni a Jobbik szavazói közül, még egy kicsikét meghazudva a múltat. Számolgathat. És tessék mondani, mennyiért fogja majd eladni a tisztességét és a lelkét. Mondja! Pedig úgy tűnt, hogy egyszer volt önben némi tisztesség. Önt fogom idézni, miniszterelnök úr. Senki nem lépheti át saját árnyékát, ha egy politikus nem tartja magát korábban kimondott gondolataihoz, és mindig a pillanati népszerűségre gondol, és eltávolodik egykori önmagától, akkor előbb-utóbb elkerültségileg megsemmisül, érti? Kiürül, és zörögni kezd, mint a mák gubó ősszel, ha fújja a szél. Köszöntöm Önt, mint Magyarország első számú mága gubóját. Mondjak önöknek valamit, mert lejár az adásidő. Meg magunknak is menni kell. Nem azért kell győzni, mert hogy picikével
több lesz a családi pótlék. Több lesz. Az ápolási díj talán munkaviszony lesz. Hogy beengedjük a fiatalokat az egyetemre ingyért. Aztán megvitatjuk majd, hogy lesz-e tandíj valamikortól, vagy nem lesz. Nem ezért kell győzni. Nem önmagában azért kell győzni, hogy lehessen szabadon olvasni Népszabadságot is a buszon, és kopaszfejű suhancok ne tépjék ki az ember kezéből az újságot. Nem azért kell győzni, hogy utat nyissunk a mezőgazdasági nagyüzemeknek, mert amióta azok nincsenek, azóta a falu meghalt. És jön az őrület a családi gazdaságról, amely 2-3 családot fölemel, a többi pedig ott senyved. És folytathatnám. Nem ezért kell önmagában győzni, ezek fontosabb dolgok. Azért, mert itt állunk a határon. Magyar és magyar között nem kell hidat építeni a mi oldalunkról, mert mi azt gondoljuk, hogy magyar mindenki, aki annak hiszi magát. Mondom ezt még az általam őrülten megvetett jobbikos pártvezetőknek, nem a szavazókról beszélek. Ők is magyarok, annak gondolják magukat. De tudják, ha kelet és nyugat a választás, abban nem építhetünk hidat. Mi nem akarunk ott maradni a hídon. Mi ott akarunk lenni nyugaton. Egész egyszerűen. Ez a mi történetünk. És ha a miniszterelnök úr keletre akar menni, hát bánom is én. Hát kérjen vízumot, menjen el. Hát menjen el. Mi nem akarunk keletre menni. Mert mióta a kelet betette a lábát Magyarországra, a magunk fajta szabadságszerető magyarok mindig ugyanazt akarták, szabadulni a sorsvesztő ölelésből, és elzavarni a hazai helyertartókat. Nem folytatom, miniszterelnök, ezt maga mondta. Maga. Amikor még egy kis jó érzés volt be önben. Most mitől leszkedik? Nincsenek nyugaton barátai, elmegy keletre. Ott már nem kell, itt meg hízelek. Hát mi nem ilyen fajták vagyunk. A magyarnak van tartása, büszkesége. Európaiak akarunk lenni, szabadok. Egy szekulárisan szabad országban normálisak. Dolgozni, megbecsülni a többit. És azt tudom önnek mondani, hogy emberére fog találni bennünk. Higgy el, lapozgathatja a közvéleménykutatást, semmire nem fog vele menni. Megfélemlített országban, és magától félnek, az emberek nem mondanak igazat. Mert maga hazudik, és magának is hazudnak. Oka van, hogy tartson a demokratikus sokaságtól, amely Mesterházi Attila vezetésével meg fogja önt és táborát verni, szabaddá, európaivá fogja tenni Magyarországot, mert ez a történelmi jövőnk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Arra kérem a kollégákat, hogy jöjjenek.